Május 1-én a város napján mutatták be dr. Szántó Endre Egy fürdőváros születése, Hévíz története című 8 kötetes könyvsorozatának 3. és 4. kiadványát a Fontana Filmszínházban. Mint a helytörténész elmondta, a 3. kötet bemutatása különösen időszerű a Boldog Békeidők rendezvényéhez kapcsolódva. A 3. kötet a igazi hévízi boldog békeiveket mutatja be a 2 világháború közötti időszakot, pontosabban Trianontól a 2. világháború végig. Ezek voltak a tényleg a hévízen a boldog békeévek, ahol a promenádon szólt a zene, hölgyek, urak karonfogva sétálgattak, csodálatos gyógyulásokról beszéltek az emberek, és egy olyan hangulat volt ebben az időszakban, amit joggal idézünk fel minden évben, most már 9 éven keresztül a városnapján. A 4. kötet Demokráciából a diktatúrába címmel a 2. világháborút követő időszakot, az 1945-től az 1970-ig tartó éveket dolgozza fel, a Rákosi rendszerrel és a Kádár rendszer első évtizedével a középpontban. A szigorú történelmi tényeken kívül igyekezett az író látványos képekkel, térképekkel, korabeli újságcikkekkel és érdekes történetekkel is feldobni a könyveket. A hallgatósággal Kautsky Armand osztott meg egy-egy részletet a művekből. Ami kezd helyen semmi, vagy alig épül valami, na addig Hévíz Szent Andráson sorba épülnek az egészen új házak, és a meglévőket is folyton bővítik a tulajdonosok. Hévíz Szent András építkezéseiről állandóan tudósítottuk olvasóinkat. Ma, amikor a szállodák és villák már állnak és hívogatják a vendégeket, ma látni igazából azt a fejlődést, amelynek Hévíz Szent András az utóbbi években és különösen az idén indult. Ott, hol 400 évvel ezelőtt a virágos réten ifjonti kedvel pillangókat kergettünk majális napján, vagy a vadbozót kígyóit lestük tavaszi kiránduláskor, ma már palotaszerű épületek emelkednek, 800 szoba vár lakóra Hévíz Szent Andráson. A jelek szerint egy sem marad üresen, Vajda Ákos jegyző dicsőségére és a falu népének örömére. A szerzővel Herman Katalin, a Művelődési Központ igazgatója beszélgetett, aki elmondta, a város történetét ilyen alaposan még senki nem írta meg ezelőtt. Ez egy nehéz műfaj, már egy monográfiát olvasni, mert ezek általában nagyon száraz írásművek, viszont a helytörténészünk dr. Szántó Endre által írt monográfia nagyon olvasmányos, színes, sok-sok kép van benne, nagyon jól tagolt a szöveg, úgyhogy nagyon könnyen olvasható, és hát természetesen nagyon fontos, hogy ismerjük a közös múltunkat, hiszen arra lehet építeni majd a jelent és a jövőt. Az 1. 2 és a most bemutatott 3. és 4. kötetet az érdeklődők megvásárolhatják a Városi Könyvtárban. A sorozat újabb 2 alkotását pedig a tervek szerint jövő ilyenkor szintén a város napján adják át az olvasóknak.